Köszöntöm nézőinket! Értékeink címmel a Tolna megyében megvalósuló fejlesztéseket szeretnénk közelebb hozni Önökhöz. A beruházásokhoz a területfejlesztési operatív program 27,5 milliárd forintos Tolna megyei kerete biztosítja a forrásokat, és a pénzből megvalósuló fejlesztések nem egyszer elválaszthatatlanok azoktól az értékektől, melyeket a Tolna megyei Értéktárbizottság az elmúlt időszakban lastromba vett. Herman Egyed Bátaszék szülötte, tudós, doktor, tanító és a premontrei rend papnövendéke. A világ szinte minden pontjáról kapott képeslapot, szellemi hagyatékának jó része egy véletlennek köszönhető, hogy előkerült, és hogy jó kezekbe került. A számvevőség épületében Bátaszéken található az a szoba, ami Herman Egyednek állít emléket, gazdag szellemi értékkel gazdagítva nem csak Bátaszéket, de a megyét és az országot is. H.E. monogram, itt rajta van. Vagyis Herman Egyed. Az egykori számvevőség épületében három újonnan nyitott állandó kiállítás is elérhető már a nagy közönség számára. Most a Herman Egyed hagyaték egy részével Rudolf László ismertet meg bennünket. De itt van, hogy a miséinek a rendjét vezette, ebből kettő is van. Tehát, és bele van ide írva. Dr. Herman Egyed, vagy hivatalos nevén Herman István Egyed, Bátaszék szülöttje volt, 1895-ben itt született, és 1970-ben itt halt meg. Tehát ő az élete eleje és vége Bátaszékhez köthető, viszont a munkásságát, ha megnézzük, akkor már nagyon sok helyen, nagyon sok településen találkozhatunk a nevével. Aki a premontrei rend papnövendéke volt, tanított, doktorátusokat szerzett, szellemi hagyatéka között Bátaszék történetéről is szerepel nem egy tanulmány, munkái a véletlennek is köszönhető, hogy az utókor számára nem vesztek el. Azokat a kéziratokat, amelyeket Sümegi igazgató úr talált meg a plébánián, azokat ő a gimnázium tudományos diákkörének a publikációi között meg is jelentette. Most viszont előkerült néhány olyan kézirat, amiről eddig nem is volt tudomásunk. Az életben nagyon sok minden a véletlennek köszönhető. Február elején kaptam egy fülest, hogy érdekes régi bátaszéki képeslapok kerültek elő Mohácson egy házaló kereskedőnél, és a Rafael Róme, aki ezekre rábukkant, nekem szólt, mondván valószínűleg engem érdekelnek ezek. Én rögtön átmentem, megnéztem, milyen képeslapokról van szó, hiszem akkor már néhány fénykép is volt, és hát rögtön láttam, hogy Herman Egyednek voltak ezek címezve, részben bátaszéki, részben pécsi címzés, attól függ, hogy pont hol tartózkodott, és hát úgy gondoltam, hogy ezeket mindenképpen meg kell menteni Bátaszék javára, és hát az első időben akkor szép lassan én megvásárolgattam ezeket, és eljutottunk egy olyan pontra, amikor már akkora hagyaték került elő, hogy amit már egyrészt saját erőből sem tudtam volna megvásárolni. Ezután Sümegi József helytörténész támogatásával Bátaszék vezetése egy testületi ülésen döntött arról, hogy Herman Egyed hagyatékát nem szabad elveszíteni, sőt, meg kell ismertetni a városlakókkal. Így körvonalazódott tavasszal annak az emlékszobának a terve, amiben most is vagyunk. Sümegi volt, aki azt mondta rögtön, ennek egy emlékszobát kéne állítani, mert néhány relikvia a plébánián is volt, és kiegészülve az élete munkásságát szinte minden dokumentáló levelekkel, dokumentumokkal, fényképekkel, tárgyakkal, könyvekkel, úgyhogy láttuk akkor is, hogy ebből egy önálló emlékszoba, önálló kiállítás lehet, és hát ez is lett.
mindent elrakott. Tehát például az Innsbrucki Egyetemről, hát körülbelül ennyi van, de az összes vizsgájáról, ott ilyen külön, nem, lehet, hogy volt index is, nem tudom, de minden egyes vizsga után ő kapott egy jel, volt, hogy tehát sikerül minden. Ezek mind külön megvannak dátumban, milyen tantárból. Úgyhogy fantasztikus. Rudolf László eddig több mint 1000 tételt vett fel a leltárba. A kiállítás bővítésére a jövőben nem hiába számíthatnak az érdeklődők. Bízunk benne, hogy bővül ez a kiállítás, mert van itt még két olyan szomszédos szoba, amelyet ki tudnánk használni. Egyrészt a már meglévő hagyatéki részben nagyon sok olyan dokumentum van, amit egyelőre nem tudtunk kiállítani, hiszen a rendelkezésre álló hely nem tette ezt lehetővé, illetve még menet közben újabb és újabb dokumentumok, tárgyak kerültek elő. És itt kérném meg a kedves tévénézőket, akik közül mondjuk a bátaszéki érdekeltségek, vagy pedig Herman egyeddel valamilyen kapcsolatban álltak és elküldtek bátaszékre, hogyha van még esetleg a tulajdonukban valamilyen relikvia Herman egyeddel kapcsolatban, akkor próbálják azt nekünk akár eredeti, akár másodi formába átadni, hogy bővüljön még tovább ez a kiállítás. Bonyhád a percelek városa. A völgységi székhelyen évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a történelmi értékre. Most egy sétára hívjuk Önöket a városba, mégpedig a Percel család nyomdokaiba járva. Percelmór szülőházánál vagyunk. 1906 óta nevezik a bonyhádiak Percelmór utcának. A hagyomány az volt, hogy a Percel család tagjainak keresztneveiről nevezték el az utcákat. Így volt Sándor utca, volt Ignác utca, József utca, Béla utca Bonyhádon, és ezek mind a Percel család tagjairól lettek ugye elnevezve. Ez az emléktábla a legsötétebb 50-es években került ide. Akkor nagy bátorság volt az iskola vezetése részéről, hogy a volt földbirtokos család leghíresebb tagjának szülőházát megjelölték emléktáblával. E házban született tehát Percel Mór, és az udvaron lévő épület, amely szintén egy kisebb kuriális ház volt, azt a 20. század éveiben a két világháború között ebédlőként használták, és az udvar és a park pedig, amely több mint 200 esztendős most már, itt katonásdit játszott a jobbágy gyerekekkel. Majd halála előtti évtizedekben pedig itt írta önéletírását. Maga az épület az 1700-as évek második felében épült, majd pedig 100 évvel később homlokzatát átalakították. Itt van egy kis szoborfülke, ahol Szent Rókus szobra volt. Tudomásom szerint meg is van a szobor. Nem megyünk be most az udvarra, nem nézzük meg a már említett objektumokat. Ennek oka az talán, hogy a jobb sorsra érdemes épület felújításra vár. Tudomásom szerint az önkormányzatnak érvényes építési engedélye van 400-500 millióra, hogy felújítsa. Eredetileg úgy tudom, hogy civil házként akarták hasznosítani, volt rá is egy pályázat, most is érvényes építési engedély van rá. Percel Mór utca elején vagyunk, az egyik uradalmi centrum az a Percel szülőház körüli, a másik pedig így az utca elején lévő, ez a másik Percel ág, ez például a 7-es Percel Gyula háza. Ez a Pecsovics perceleké. Pecsovics percelek megtagadták a forradalmár Percel Mórral és családjával ugye a kapcsolatot,
és még a nevüket is megváltoztatták Bonyhádira. Perczel Gyula egyébként, aki maga is ehhez a vonalhoz tartozott, a nemzetőrség szervezésében kivette a részét, sőt oly mértékben, hogy a kakasdi és majosi német emberek még meg is verték, mert erőszakkal lépett fel. Látszik a Perczel család címere, négyes osztatú, két oroszlán, illetve két haránypólya alkotja, ez a második címerük volt. A másik épület, a 9-es, az a takarékpénztár, a Bonyhádi 1870-ben alakult takarékpénztárnak volt a székháza, és a 19. század második felében lett ilyen emeletes. Később került ide a gyógyszertár, most megint gyógyszertár van benne. 11-es a 9-es utáni, aminek csak az eresze látszik, az úgynevezett bukiház, itt lakott a Berti bácsinak a testvére, az Ágnes néni. A 16-os is Perczel ház volt itt a soron, tehát ahol az erkély, ami látszik. Mögötte van az úgynevezett iparkávéház épülete, egy szép barokk épület, és a kettő között volt az Ignác utca. És itt van jobbra nekünk a József utca, amiről beszéltünk. Egy gyönyörű barokk tér. Egy sok szög alakú, jelleg ilyen mark típusú német kisvárosoknál is hasonló ilyen szabálytalan négyszög alakú tér, a volt piac tér. 82-ben mezővárosi rangot szerzett Bonyhádnak egy gyönyörű barokk jellegű tere, és ezt a jellegét meg is őrizte, mert utána már nagyobb szabású építkezés nem alakította át a szerkezetét. Petőfi nem járt itt iskolába, ő ezt jóval korábban Sárszentlőrincen tette, 1832-33-as tanévben, viszont 1870-ben az evangélikus egyház úgy döntött, hogy a forgalmasabb és városias jellegű település Bonyhár legyen az evangélikus gimnáziumnak ugye a központja, és ez az épület akkor hát nem így önmagában állt, hanem képzeljük, hogy a másik oldalon is egy hasonló szárnya volt, és itt volt a kapubejárat. Ez a Hevra Kadisa zsidó egyesületnek a székháza volt. A domborművet pedig 1956-ban Horváth Olivér szobrász és festő, a gimnázium tanára készítette. 1870-ben az evangélikus egyház megvásárolta a helyi temetkezési egylet, zsidó temetkezési egylet, a Hevra Kadisától ezt az épületet, és ez lett ugye a gimnázium első épülete. Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgatója sétaközben is érdekes adalékokkal szolgál a Perczel hagyományokról és szellemiségről itt, Bonyhádon. A városban szinte nincs olyan utca, mely ne árulkodna a Perczel család egykori meghatározó jelenlétéről. Borbély József emléktáblájánál vagyunk. Ő volt a Bonyhár evangélikusok első lelkésze 1816-tól 1871-ig, tehát nagyon hosszú ideig szolgált. Ami nagyon érdekes az ő történetében, hogy Perczel Mór honvédtábornok, a legjobb barátja Bonyhárnak egy evangélikus lelkész, hogy a felesége egy református nemes családnak ugye a sarja, akkor meg tudjuk ítélni a Perczeleknek ugye a toleranciát, a türelmét ugye a másik vallásúakkal szemben. 1848. március 23-án a akkori piactéren, mostani Szabadságtéren, oda majd megyünk, győzött Bonyhádon a forradalom. Borbély József volt az, aki Perczel Mór levelét és a 12 pontot felolvasta. Perczel Mór német nyelvű levelét olvasta fel az egybegyűlteknek, és nagy üdvivalgás közepette, ugye megválasztották a helyi bizotmányt, az új forradalmi vezetőszervet. A leszármazottak közül több tucatnyian gazdagították nemzetünket, akiknek tevékenysége elválaszthatatlanul egybefort Tolna és Baranya vármegyék 18. és 20. századi történetével. A Szentháromság előtti részen fogadta Borbély József és a Bonyhádi nép 1867-ben a hazatérő Perczel Mórt.
A másik dolog, ami miatt itt állunk, az az, hogy itt vagyunk a romantikus stílusú plébánia épület falánál, ahol egy emléklába örökíti meg Vörös Marti Mihály és a bonyhádi akkori plébános Egyed Antal barátságát. Ezt 1932-ben Bauer József apátúr állítatta a világgazdasági válság mélypontján. Erényt kovácsolt a szegénységből, mert egy márványlapos szekrénynek a márványlapjára írták fel ugye a feliratot, és itt egy hatalmas nagy tömeg volt itt, amikor ezt avatták. A két évszázadon át a Bonyhádhoz és környékéhez kötődő nagy család tagjait a mindennapok és a történelem viharai messze sodorták ősi fészküktől. Végső nyughelyük a Kálvária dombon, azonban emlékeztetik az utókort az egykori nagy emberekre, Bonyhád szülötteire. Tehát Percelmor sírjánál vagyunk. A családból, akit először ide temettek, az ő felesége Sárközi Júlia volt, aki 1877-ben halt meg. És ő volt az első, akit a családból ide temettek, mert korábban a percelek Cikón temetkeztek, a cikói kegytemplom kriptájában van az összes percel. Tehát ő vele kezdődött a itteni temetkezés, majd a családból többek számára ez lett a nyugó hely. Így többek között beszéltem már Bárány Sándorról, ott van az ő sírja, Bárány Sándor őrnagy, debreceni Bárány Sándor, Percelmor katonája volt, és Mária testvérét vette feleségül. A völgységi városban pedig büszkén és alázattal ápolják és őrzik a Percel hagyományokat. Nemzeti gyásznapunkon, október 6-án minden évben itt emlékeznek 1848 vértanúira, és koszorúzzák meg Percelmor honvédtábornok síremlékét. Egy egészen különleges randevúra hívjuk Önöket mai adásunkban. Szekszár történelmi belvárosában sétálva egyben egy időutazást is teszünk. Krenmüller ház, tisztartói ház, nagy vendéglő, Szekszárd szálló, August ház. Nap-nap után elmegyünk mellettük, tereiket új funkciókkal töltöttük meg, miközben falaik a múlt évezred eseményeit párologják magukból. Hát vegyük egy kicsit jobban szemügyre őket, hallgassuk meg mondani valóikat egy korról, ami sem könnyebb, sem szebb nem volt, csupán más. Más, mint ez a mostani. Ha egy városlakó Szekszárdot szeretné bemutatni, elsőre talán zavarba jön. Hol is kezdjük, honnan is induljunk? Hiszen annyi féleképpen fel lehet fűzni a város történetét. Honnan induljunk hát? Talán az Alföld síkságától? A Duna kanyargásától, vagy a dombok hajlataitól, amik szép lassan a mecsekig hullámoznak? Dienes Valériától, Babicstól, Mészőjtől, Lisztől, Garaitól, Vosinski Mortól? Netán egy borospince mélyéről? Nyilvánvaló bármelyiket is választja az ember, gazdag és értékes utat járhat be az utazóval együtt. Mi azonban most néhány könnyen megtalálható épület bemutatásának segítségével szeretnénk bővíteni a megyeszékhelyről alkotott véleményüket, tudásukat, érzéseiket. A teljesség igénye nélkül csupán a város szívében mutatunk olyan házakat, melyeket már a 200 évvel ezelőtt élt szekszárdiak is láthattak. Sétánk ezúttal a tolnai megyeszékhely fejedelmi épületével kezdődik. Az emeletes városháza 1842 és 46 között épült klasszicista stílusban. Az épületet Tormai, korábbi nevén Krenmüller Károly tervezte, aki 1832-től 1848-ig töltötte be a megyei főorvosi tisztet. Állatorvosi diplomája is volt, doktori disszertációját pedig fogorvosi témakörben írta. 1846-ban jelent meg könyve, a Bábászati kalauz. A városháza ma ismert szecessziós formájában 1908-as átalakítása óta áll a Béla királytéren. Az 1970-es években egy modern külsejű, az akkori szellemnek megfelelő formájú épületet kaptunk. Az 1985-ös és 92-es esztendőben felújították, illetve át is alakították. Az oromzatot középen a város címere, két felső szélén kupolatetős tornyocskák díszítik.
2017-ben a díszterem felújítása váratlan fordulattal gazdagította az épület anekdota gyűjteményét. Amikor megkezdték a terem felújítását és felszedték a régi parkettát, a munkások egy az utókornak szóló üzenetet találtak. Az 1908. július 7-én keltezett cirkalmas betűkkel írt levél nagy része hiányzik, annyi azonban kiderül belőle, hogy a nagy terem akkor végrehajtott parkettázásakor annak alkalmából helyezte el az akkori városvezető, dr. Szentkirályi Mihály és a munkát végző mester. A városvezetése úgy döntött, a korábbi megtalált levél helyett egy újat helyeznek a padlózat alá. Azok, akik majd megtalálják az üzenetet, láthatják, hogy kik, milyen célból és milyen munkát végeztek. A levél arról is említést tesz, hogy a felújítást egy tűzeset hátráltatta. Az üzenet egyszer majd minden bizonnyal történelmi kor dokumentummá válik. Az egykori levélből is világosan kitetszik, hogy a múlt század elejé felújításkor is hosszú távban gondolkodtak, az épületet nem maguknak, hanem a mindenkori vezetésnek és szekszárdiaknak viselték gondját. Ezt az üzenetet viszik tovább a mostani városatyák is. A polgári épületet 1800 körül emelték és klasszicista stílusban készült el. Ebben a házban született Tormai, vagyis Krenmüller Béla, állatorvos professzor, Tormai Károly, a már említett korábbi megyei tiszti főorvos fia, akinek bronz domborműves portréja látható is a ház falán. Az állatorvos professzor számos állatgyógyászati alapmű szerzője, az egyemeletes főépület nyeregtetős lakóház. Az alaprajza téglalap alakú, zárt sorú beépítésben áll, a földszinti oromzatát vakolat sávokkal díszítették. Az udvari homlokzat középtengelyében kosáríves bejárat nyílik, az utcai oldalán a kapuját aszimmetrikusan helyezték el. A főépület utcai homlokzatát a 19. század második felében historizáló stílusban alakították át. Az épületet 1964-ben, majd 86-ban is felújították. Jelenleg a polgármesteri hivatal okmányirodája működik itt. Az egykor vendégfogadóként használatos házat a 19. század elején klasszicista stílusban építették fel, az 1979-es esztendőben kerítettek sort a felújítására. Az eredetileg tehát fogadónak épült ház később az Örfi család tulajdonába került, erről a házon a család címere árulkodik. Az előnévvel a nemességet 1909. február 14-én Örfi Lajos kapta, aki a szekszárdi takarékpénztár elnökigazgatója volt. Az utca felé kétszintes, a kert felé földszintes kialakítást kapott a ház, manzárt tető fedi, alulról pedig egy részén alápincézték. 1875-ben határozták el egy polgári fiú iskola állami segítséggel történő létrehozását itt Szekszárdon. Stani Jakab tervei szerint Wittinger Sándor tolnai építész kivitelezésében 1878-ban készült el, kora eklektikus stílusban. Főbejáratát faragott oroszlánfejek díszítik. Első igazgatója Krammer János volt 1891 és 1910 között. Ebben az épületben működött a polgári leányiskola is, amely 1910-ben költözött az újonnan épült Széchenyi utcai épületbe, amelyben jelenleg az Ady Endre középiskola van. 1958-tól vegyes fiú leány általános iskolaként működött, itt ismerkedett a tudományokkal Hegedűs Gyula színész, Szakály Ferenc történész és Levente Péter színész is. Előttük még ide járt a múlt században dr. Leopold Lajos és Dienes Valéria is polgáristaként. A szállót historizáló szecessziós stílusban 1889 és 93 között építették fel. A belső eredeti kiképzését ma már csak a lépcsőház őrzi, amellyel az emeleten átvezettek a táncos nagy vendéglő színház és báltermébe. A megnyitóján Jászai Mari lépett fel. Az úgynevezett August ház voltak éppen három épület együttese. A 36 szám alatti 18. századból való lakóházat 1866-ban romantikus stílusban átépítették és bővítették. A 38-as szám alatti háza 18. század elején épült, klasszicista stílusban, míg a 40-es szám alatti az 1790-es években klasszicizáló, később barokk stílusban épült emeletes sarokház. Báró August Antal Tolna megye alispánja négyszer látta benne vendégül Liszt Ferencet, az épület együttest 1983-ban és 85-ben, majd 88-ban újították fel. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneiskola működik az épületben.
Csupán néhány meghatározó épületre szerettük volna ráirányítani figyelmüket, hogyha szexárdról beszélünk, gondolkodunk, ne csupán a lankákon végig húzódó szőlősorok és pincék jussanak eszünkbe, hanem vegyük szemügyre egy kisé más megvilágításból ezeket az ódon és pazar épületeket, amik meghatározzák Szekszárd történelmi belvárosának hangulatát, amitől egy őszi levél hullatta napon szívesen barangolunk a városközpontban, mintha csak turisták lennénk saját városunkban. Ennyi érték fért mai műsorunkban, következő pénteken Szekszárdon barangolunk, majd tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!